The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Jó volt. 50 aszfalt váltás után 50-en jobbunk mész. A hosszabb bal kettő domb mögé onnan gyorsít, sodorhat onnan padló. És mögötte majd 150 fölfelé. Mert kis jobb kívülfordul, vicces volt. És jobb kívül. Van. A vége bukana jött a fék, a terelő jön nagyon az elejét, bal három nagyon tőből, jobb hat egyedikes kéz is, ne csúszom meg. És a bal három nagyon tőre gyorsítra, figyelj ott a bal háromra. 300. A vége kis fékkel. Babba hútra, Murvás jobb 23, figyelj rá! A vége nagyon füvön, hídon át a vége, és abból majd 150, nagyon szép volt. Majd jön az elág, és oda bemegyünk másik útra. Fékezel, mert bal kettő szigorú negyedikkel, bokor alá kiengedett, bal egyet kint tartott. A bal kettő szigorú középen bokorhoz 40-ben, fék az aszfalton, jobb három, figyelj rá, lassú. És abból 80. Kis bukkan, és bukkan bátran, szép volt mögötte 50-ben, kis fék a bal egy. The signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. Nagyon jól sikerült az első napunk. Második, harmadik időket autóztunk végig. Jelement a három gyors, 5 másodpercen belül vagyunk az elsőhöz. Én azt gondolom, hogy holnap bármi lehet, nagyon hosszú nap lesz még. És tényleg nagyon örülök, hogy így Miskolcról mennyit tudtunk fejlődni, mint Gabival, így a vezetés technikailag, mind az autó, nagyon jól sikerült a versenyt tesztünk, és megvan az eredmény, hogy itt vagyunk. Nagyon jó indulatú az autó, nagyon sok felhordáson még gyorsabban is át lehetne lenni. Tehát most is lejöttünk utolsóra, egyből tudtuk, hogy hol maradt még benne. Nagyon tempós, nagyon lobogósak a pályák. Próbálunk ésszel menni. Nagyon nehéz nap lesz még holnap, és abból biztos vagyok. I know where it is, I know where it is.
150 a balon, rövid tempós jobb kettő fák alá, nagyon levágó, 200, leszett el, kis buka lefelé, 60. Tegnap két pótkerékkel mentünk, eléggé forszíroztuk a menetet, és ez gondolom látszott az időkből is, mindenkinek meg ott voltunk az elejében, az első helyért tudtunk menni. Sajnos nem sikerült gyorsat nyerni, de végig a második, harmadik helyen küzdöttünk. Nekünk ez a harmadik versenyünk ezzel az autóval. Még mindig a beállításokban nagyon sok van, még mindig nagyon sok van abban, hogy még gyorsabban tudjunk autózni. Ma például rájöttünk egy olyan hátsó dőlés beállításra, amitől még tudott gyorsulni az autó. Úgy gondolom, hogy nagyon sok van még benne. Nagyon jó érzés volt, az különösen, hogy közel voltunk nagyon az elejéhez. Tényleg a versenynek a háromnegyedéig egy 10-15 másodpercre voltunk az első helyről, az egy ilyen 110-120 kilométer. Itt az utolsó körben úgy döntöttünk, hogyha a többiek nem hibáznak, akkor nem tudunk eléjük kerülni, próbáltunk biztonságit menni. Ez sikerült, és itt vagyunk harmadik helyen. A Citroen is a TRT-s, és én is úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, amikor LD mellett raktuk a voksunkat, mert három verseny után tudunk menni az elsőjér és az elejében. Aztán ma az első kör után úgy gondoltuk, hogy előrébb már nem fogunk tudni menni, mert másodperceken belül voltunk folyamatosan, és inkább egy biztonságit autóztunk az utolsó körre. Szerettük volna mindenképpen ezt a harmadik helyet megszerezni, úgyhogy megvan az első dobogónk így a harmadik versenyen, aminek gondolom mind a ketten jött a Citroen is nagyon örül.